Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol megint itt van velem Bence. Sziasztok! És ebből egyértelműen következik, hogy megint egy fantasztikus párkapcsolati témájú videóval érkeztünk nektek. Igyekszünk fenntartani a párkapcsolatos videókat, és minél többet csinálni. Mert amúgy nagyon szeretik, és azt látom a visszajelzésekből, hogy a felnőttebb korosztály is érdeklődik igen, iránta. Igen, aminek kifejezetten örülünk. És a következő témánk, ami ugye Bencéhez is készülni fog, ha jól igen. tudom, hozzád is ma megy ki ez a videó, így van, ugye? Ma megy ki. Szerintem ott lesz a link a leírásban, de ha nem, utólagosan berakod. Én meg a tiéded, Dil. És ennek a videónak nem más lesz a témája, mint hogy olyan cselekvéseket fogok Bencének felsorolni, amit a lányok csinálnak, és a fiúk elvileg ezt szeretik. Hát majd én azt megmondom, hogy szeretjük-e. Megint csak fontosnak érzem elmondani, hogy nyilván Bence megpróbál a fiúk nagy általánosságában... Bence megpróbál a fiúk nagy általánosságának a nevében beszélni. Nehéz a magyar. De természetesen mindenki, az én véleményem. Mindenki másmilyen. Ez azért fontos volt szerintem kiemelni. Nem tudom, mikor fogunk a végére érni ennek az egész sorozatnak. Sorozat viharnak egyébként, hogy folyamatosan újabbnál újabb párkapcsolatos videósorozataink vannak, de amikor a végére érünk, akkor én azt mondom, hogy akik aktívan néztek minket, az ugye eléggé megismerik az ellenkező nemnek a... Igen. Szeretném megmutatni, nem tudjuk, hogy hány rész fog készülni ebből a sorozatból. Szerintem 2-2 vagy 3-3. De elmondanám nektek, hogy olyan és szinten... ez a sztori egy olyan 5 perce ment ki, vagy 10. Tehát, hogy hát egy 20. Akkor 20. De hogy alapvetően, de... hogy a 24 órát van kint egy sztori, akkor egy ilyen 5-ször ennyire számít. Nagyon-nagyon durva, nagyon sokan írtatok, köszönöm szépen, úgyhogy igazából szerintem szépen sorba fogok menni, és készülj fel, mert lesz még egy pár rész ebből. Egy picit utálom is ezeket a sorozatokat, úgy izgulom. Jaj, ne már! De, mert... ne kamuzzál, nagyon szereted. Ahogy igen. Elkezdjük egy kicsit lazábbakkal, ami csak a szokásos. Először lazával kezdünk, aztán megyünk a extréme fele. Annyira megyünk az extrém fele, hogy kimegyek a képből. A fiúk szeretik, hogyha a lányok megmaszírozzák őket. Nehogy azt mert mondani, hogy nem. Nehogy azt mert mondani. Csak vettem egy mély levegőt, mert eszembe jutott, hogy milyen masszázsok vannak. Igen, van amelyiket jobban kedveljük, van amelyiket kevésbé, de mindegyiket kedveljük, igen. Hát jaj! Imádom, tehát ez a nukleál bomba basszus, ami én itt arra gondoltam, most lehet, hogy... most egy kicsit félreértető voltál. Oké, okay, de mindenki, amire gondol, Rebeka. Ez családbarát ez a csatorna, itt semmi olyasmire nincs szó. Tehát például én személy szerint igen. jobban szeretem, amikor a fejemet masszírozod, mint mikor a hátamat vagy a vállamat. Érdekes. Akkor miért kell két naponta masszírozni a lábadat vagy a hátadat? Hát nem... Na, haladjunk tovább, választottam rá. Természetesen ebbe a kategóriába tartoznak a csikizés, a hajpiszkálás, meg az ilyenek. Egyértelműen, ugye? Igen. Tehát, hogy ha foglalkozol velük, akkor baj nem lehet. Igen. Ezt többen írták, és... érdekes módon nagyon sokan úgy írták, hogy lehet, hogy nem ismerik be, de szeretitek, hogyha lenyúljuk a cuccaitokat, ruhákat, pólódban alszunk, meg ilyenek. Az elmúlt egy hét egyébként úgy telt, most már karantén van mióta, hogy... Én Bence pólóiba élek. Na. Igen. Tehát ezt ha az előző meg... videómat nem láttátok volna, ahol a parókát alakítottam át, ott is Bence pólójában vagyok. Nem, ez érdekes egyébként, hogy úgy zajlik az este, hogy... konkrétan... ezt a képet látnatok kellene. Behaladunk mind a ketten a gardrób szobába, de hogy ott valami történik a rendszerben, mert már napok óta, sőt lassan mondhatom, hogy hetek óta rossz gardrób szekrényhez kanyarodsz be. Az az igazság, hogy tudod, nekem ott volt majdnem fél évig igen, a szekrényem, azért. És így visszavágyódom oda, úgyhogy onnan válogatok. És tök véletlen ott vannak a pólójaid. Ilyen érdekes, de tényleg. Na de hogy akkor... ez most problémát jelent? Vagy most ez egy vita? Amennyiben, és ez itt a mi esetünket nem befolyásolja, mert együtt érünk, visszaadjátok az adott dolgot,
Teljesen rendben van. Oh. Tudod miért? Na no, mesélj! Skyler úgy dől el, hogy te elveszed a pulcsimat. Igen. Azt is szoktam. És mondjuk otthon laksz Hódmezővásárhelyen. A mackóját is lenyúlom, igen. És azt mondod, hogy Bence, pajtás. Én ez olyan kínos. Elveszem a pulcsidat. Én azt mondom, hogy oké, okay, de hozz vissza. Na már most azért szeretjük, hogy elveszitek. Mert teszem fel, kimegyünk a haverokkal. Mondjuk az ott vannak 10. Igen. 5 fiú, 5 lány. És azt látják a haverok, vagy az idegenek, akik újak a társaságban, hogy az én pulcsimat viseled. Már a pulcsit felismerik, és akkor tudják, hogy hozzá tartozok még. Ugye? Ugye? Viszont odáig már nem megyünk el, hogy meg is tartsátok, vissza kell adni, de tartós béletet lehet. Így dől el fejbe. Hát, the more you know. Kiadom a titkokat, és kinevetnek. Nem nevetlek ki. Ez mindig jót jelent, amikor így nevet. Szó szerint olvasom, ahogy írták. Annyira jó fejek vagytok, komolyan mondom. Nekem vannak a legjobb nézőim, és most aki csak bencés, az ne sértődjön meg, de imádlak titeket, tehát hatalmas formák. Valaminek a földről való felvételénél a véletlen pucsítás. A lányok, amikor véletlenül... Igen! Kimádlak titeket! Hogy ezt... Szóval akkor ez nem véletlen szokott működni. Dehogy nem. Aha, értem. Nyilván, nyilván szeretjük, de egyébként... tényleg azt gondoljuk fejbe a legtöbben, hogy... Hát mert ti olyan kis cukik vagytok. Tehát azt a vívódást... Látnád azt a vívódást a fejünkben, most ezt... Bejövök neki, direkt csinálja, vagy csak tényleg úgy, tehát le tudna úgy hajolni, vagy le tudna googolni, hogy felvegye. Elég nagy vívódások szoktak menni, de igen, szeretjük, amikor véletlen lehajoltok valamiért, hogy felvegyétek. Akkora rafkósok vagytok, hogy Figyelj, tudom, hogy erről beszéltünk, erről a kategóriáról az előbb, de a megfogalmazás. Elalváskor simogatod a hátát, mint egy csecsemőnek. Annyira nagy formák, nem bírom. Hányszor szoktam mondani neked, hogy kisbaba? Nem véletlen, ugye? Kellemetlen érzem. Na most azért álljunk le. Én egy férfi állat vagyok. Ó, igen. Na! Nem, tényleg. Bárcsak be lehetne mondani a trónok harcásat. Milyen trónok harcás? Egy csődör vagyok. Amikor a lányok gondoskodnak rólatok, főznek, mosnak. Igen, nyilván elétek szeretjük. Elétek rakják a kaját. Nyilván szeretjük, viszont én ezt majd meg fogom tőled ugyanúgy kérdezni, szóval ne válaszolj még rá. De én azt érzem, az fogalmazódik meg bennem, hogy ezt a lányok is szeretik, de még nem mondj semmit, de hogy valamilyen szinten az anyai ösztön, vagy nem tudom, az úgy érted, hogy amikor megsebzetten ott fekszünk a kanapén, nyilván a kamu betegségetekkel, de ahogy ugye megtudtuk betegség, az Rebecca, előző hát, ja, pár sorozatban. Hülye vagy, a múltkor bemondom videóba, hogy, hogy hatalmas volt. Bemondom videóba itt, hogy évi egyszer szoktam beteg lenni, és én sosem vagyok kamu beteg, rá egy napra másnap olyan beteg voltam, nem is érem, itt haltam meg a kanapén. Ja. Szeretjük, hogyha foglalkoztok velünk. A fiúk igen? Szeretik, hogyha a lányok nyakra puszit adnak nekik. Igen. Viszont feleslegesen nem. What? Tehát itt a mennyiségen van a hangsúly. Egy nyakra puszi teljesen rendben van, hogy oda mész, megölelek nyakra puszi. De egy párkapcsolatban, hogyha elkezded többször csókolgatni a párodnak a nyakát, és utána így elsétálsz, ja, az úgy a vérkeringése és a szívritmusa nagyon értem. Nincsen jó hatással. Azt viszont nem szeretjük. Értem. Miért tapsoltok? Ilyet be lehet vágni? Ez... Jó. Tényleg sorba megyek, nem válogatok igazából, csak az egyformákat hagyom ki, úgyhogy a sorrenddel nem tudok mit kezdeni. Szeretik a fiúk, hogyha a lányok mesztelenül alszanak. Nyilván hülye lenne, aki azt mondaná, hogy nem. Fú, ezt most hogy magyarázzam el? Tehát... Erre én is kíváncsi vagyok. Ez személyfüggő. Már nem azért mondom, persze, hogy szereted, hogy a csaj melletted mesztelenül alszik. Igen. Viszont, meg attól is függ, hogy a crushod-e, vagy a barátnőd-e, mert hogyha egy
Mi van? Nem mondom be, oké? Okay? Szóval, hogy teszem fel, hogy a fejedben megfogalmazódik az, hogy te szeretnél valamit tenni, és konkrét határozott lépéseid vannak, mivel családbarát koncepció, ezért nem mondom ki a dolgokat, akkor lehet, hogy valaki fejben úgy dönti el, hogy fú, most de jó lenne egyébként, ha fel lenne öltözve, és a folyamatok során veszíteni el a ruhadarabokat. Érted? Értem, hogy mire gondolsz, csak most ezt egy kicsit túl komplikáltad. Dehogy is. Nem szokták a férfiak. A férfiak soha. Nem. Tényleg soha. Jössz segíteni tárcsázni, MTZ-50-et kéne vezetni. What? Amikor nagyon szeretnének valamit a lányok, és bevetik a tipikus kiskutya fejet. Ezt cukinak tartjátok? Vagy azt gondoljátok, hogy... Hogyha én nem szeretném az adott dolgot, igen, de te megpróbálsz rávenni, akkor nem szeretjük, hogyha a csajok ilyen dolgokhoz folyamodnak. Vagy ha tovább... Mert hatással van rátok. Na, igen, valamilyen szinten biztosan hatással van ránk, de mivel nem szeretnék az adott dolgot, nem szeretném odaadni a kocsit például. Jó példa. Jó, már megint itt tartunk, esküszöm. Igen, hallgatlak. Akkor nagyon gonosz, és nem szeretjük, hogyha bevetitek az ilyesmiket. Amikor a lányok zavarba jönnek, elpirulnak, ilyen kis szégyellősen táncolgatnak, meg ilyenek. Igen. Hát, hogy ezt szeretitek, vagy nem, cuki, vagy nem. Személyfüggő. Én egyébként igen, szerintem aranyos, de van, aki... Hát ez ugye attól függ, hogy milyen lányok jönnek be, mert hogyha az olyan lányok jönnek be, akik igazából mit olyan a buliba, azok így vonzák a szemeket, vagy valami, akkor az teljesen más kategória. Személyfüggő. De most tegyük fel, hogy párkapcsolatokról beszélünk. Igen. A lányok nagyon szeretik, amikor a mondandójuk közben ásítanak a fiúk, ezzel kimutatva, hogy mennyire érdekli őket a téma, amiről szó van. Én igen. De tényleg van, aki nem. Párkapcsolaton belül is. Van olyan személy, aki nem szeretné, hogy a barátnője szégyellős legyen, tipegjen, topogjon, izé a buliba csak úgy. De egyébként... Nem értem, hogy miért térünk vissza mindig a buli. Hogy ez? Miért akad be neked ennyire ez a buli? Nem bírom. Most... Értem, hogy örülök tőle. Ezt mondtad, hogy a buliba. Most... Nem mondtam bulit! Tényleg nem? Te azt mondtad, hogy a buliba. Vágás! Amikor a lányok zavarba jönnek, elpirulnak, ilyen kis szégyellősen táncolgatnak, meg ilyenek. Nem mondtam bulit! Te mondtál! Hogy nem. Azt mondtad, hogy a buliba topognak. Nem mondtam bulit! Na jó. Ezek a mindennapjaink egyébként. Besírtál. Sittesem. Azt mondta, nem azt mondta? Nem, mondtam. Azt mondtad, hogy... Ez a buliba így topogja. Nem. One eternity later. Hát jó. A szemem kicsit lehet, hogy könnyes lesz még, és a hangom is egy kicsit ingadozik. De egy kicsit nehéz ilyenkor visszatérnem, úgyhogy nézzétek el nekem. Amikor a lányok a mellkasotokra teszik a fejüket, és úgy bújnak oda hozzátok. Igen, határozottan. Ezt nem feltétlen csak azt mondanám, hogy tetszik nektek, hanem imponál nektek, amikor a lányok nevetnek a vicceitekem. Igen, hát nyilván az egy nagyon jó visszajelzés, és ugyanúgy idegesít, hogyha próbálsz venni, és hát nem úgy jön át a sztori. Így tudod, elmondod a poént, azt hitted, hogy ú, de nagy vagy, és a csaj. Nem sok kínosabb dolog van. Ez egy érdekes, ezt nem láttam még eddig. Mikor elköszöntök egymástól, és ilyen 4-5 lépés után visszanézel rá. Én nem. Nem? Nem, ez ilyen... Mint a videó, tudod a...
Ez inkább kínos szerintem. Ezen olyan jót nevetek, mert mindig eszembe jutnak azok a videók, amiket erről néztünk. Alsó ajak megharapása olyan finoman. Igen, persze. Ezt gyorsan letudtuk. És szerintem legyen ez az utolsó erre a részre. És azért választottam ezt, mert személyes érintettségünk van a dologban. Na. A fiúk elvileg szeretik, hogyha a lányok átadják a kis kifli pozíciót nekik. Nem. Ne hazudj! Semmi ilyesmi nincs egyébként. Én azért szeretem... Magyarázd meg, kérlek. De itt nem a... Várj, tehát, hogy... Itt nem a kis kifli pozíció átadásában van számomra a lényeg. Hanem? Hát, hanem a lábodban. Nekem van egy nehéz takarom, én úgy szoktam aludni, kaptam Rebekától egy olyan takarót, ami 8 kg, ez ilyen stresszel nem van, jobban tudjak aludni, és imádom azt, hogyha súly van rajta, miközben alszom. És azt is imádom, hogyha plusz súly van rajtam, és én úgy szoktam néha aludni, hogy 8 kilós takaró, plusz Rebekának a lába rajtam. Nem is szoktunk úgy aludni, hogy rendes kifli, tudod? Hát nem sűrűn. Nekem az úgy nem jön be, esküszöm. Nekem az nem megy, hogy a lábaink azok úgy, érted? Értem. Na, pontosan. Olyan cuki vagy, ahogy magyarázol. Köszönöm. És ezzel a kérdéssel a végére is értünk az első résznek. Megint sok dolgot megtudhattunk Dezső Bencéről, nagyon köszönöm szépen neked ezt. Nektek pedig köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Hogyha tetszett, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot a videóra. Nagyon-nagyon fontos, mert hogyha sok lájk lesz rajta, akkor látjuk a visszajelzést is. Tudjuk, hogy még több részt kell csinálni. És dobjatok egy komment is, és dobjátok át a spanoknak ezt a videót, és az én videómat is, ott a link a leírásban, csapjatok a feliratkozás gombot. Hogyha nem vagytok még, akkor iratkozzatok fel. Nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltjük fel nektek az új videókat, és hogy ne maradjatok le ennek a videónak a következő részéről se. Illetve Budapest link a leírásba. Mentek ki új részek, illetve holnap vasárnap van, és szintén lesz egy új rész a csatornán. Kövessetek minket Instán is, az Instán mindig lent van a leírásban, és még egyszer nagyon szépen köszönjük nektek, hogy itt voltatok a menünk. És vegyetek enjoy-os tokokat. Ezt mondjuk újra, mert azt mondtam, hogy van melünk. Nem, van melünk, itt voltatok, van melünk, és vegyetek enjoy-os tokokat. Lambox.hu/Markó Rebeka, vagy Rebeka Markó, nem tudom, ott a link a leírásban, többféle tok van. Vásároljatok kedvetekre, köszönjük szépen, itt voltatok. Én kezdek bekattalni. Igen. Tehát köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltatok velünk, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!